Vettem ezt a gyönyörű szép tököt, mert pumpkin spice latte-t fogok készíteni. Amióta itt élünk Olaszországban, én még sehol sem találtam pumpkin spice latte-t, se a Starbucksban, se a másik kávézóban. Szerintem itt nem divat, vagy én nem tudom, most már október közepe van, és csomó kávézóban voltam, és sehol se találtam. Úgyhogy elhatároztam, hogy utána nézek a receptnek, és kikísérletezem, és főzök egyet ebből a tökből. Na szóval az a terv, hogy ezt a tököt fogom, felszeltelen, bedobom a sütőbe, és utána a darabokat összeturmixolom, ez lesz az alapja az egésznek. Mézzel fogom édesíteni, ezen kívül kerül bele őrölt szerecsendió, őrölt fahéj és őrölt szegfűszeg. Most nézem ezeket, még otthon vettem Magyarországon. Illetve ebből a vanília kivonatból egy pár cseppet fogok beletenni, és szójateljel fogom elkészíteni. Nekem szerencsére nincsen semmilyen tejérzékenységem vagy allergiám, de nagyon szeretem a szójatejet, és sokkal krémesebb lesz tőle az egész. Készült a püré, nagyon-nagyon finom, ilyen karácsonyi ízű igazából, hát karácsonyi fűszerkeverék van benne tulajdonképpen, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió, minden, amit egy mézes kalácsba is beletennék. Ilyen az állaga, nagyjából olyan, mint egy bébi étel.